ami a, az idei évet illeti, azt hiszem, hogy a munkánknak a, az eredményét, hogy mondjam, alátámasztja az, hogy ismét elkezdett nőni Kolozsváron a gyereklétszám. Tavaly évhez viszonyítva, amikor 13 első osztályunk volt, 11 általános oktatásban részesült, egy alternatív oktatásban, illetve egy osztályra való gyerek volt a zenei oktatási intézményben. Az idén 12 általános osztályon indulunk, illetve egy alternatív és egy zeneoktatási osztály, és továbbra is megteremtettük, vagy biztosítottnak látjuk a feltételeket arra, hogy jövőre, amikor 18 osztályjal számolunk, vagy azt követően 18 osztályjal számolunk, gondolok itt a 2013-14-es tanévre, 22 osztályjal, első osztályjal, a 2014-15-ös tanévben, akkor is meg lesznek a feltételek arra, hogy megfelelő körülmények között működik Kolozsváron a magyar nyelvű oktatás. És ugyanez a megye, egész megye szerte. És ennek mi nagyon örülünk, még akkor is, hogyha tudjuk azt, hogy a mi fejlődésünk nagyon sok esetben mások kárára történik. De azt hiszem, hogy egy nagyon fontos pillanat következik az októberi hónapban, amikor végre meg fogjuk tudni, hogy hányan is vagyunk. Mert azon kevés települések közé tartozunk, amikor akik érezzük azt, hogy a nem reális adatokra alapozva folytatjuk tevékenységünket, gondolok itt, minden évben elvégezzük a felmérést, hány iskoláskorú, hány óvodáskorú, vagy bölcsödakorú gyerek van a városunkban. Szeptemberben mindig azt tapasztaltuk, hogy nem volt elég a hely. És ezeket a helyzeteket fogja tisztázni a népszámlálás. Néhányan viszont nehezményezték, hogy majdnem mindenki a belvárosi magyar iskolákba iratja a gyerekeket, és emiatt a külvárosi osztályok megszűnnek. Erre van-e megoldás? Nos, ezt úgy oldották meg a tanárok, illetve az iskolák vezetőségei, hogy volt egy hallgatólagos egyezmény, hogy ott, ahol egy osztályt, egy első osztályt indítanak, ott lehetőleg megpróbálják nem 25 fölé növelni a gyereklétszámot, illetve ott, ahol több első osztály indul, 22 a felső határ, és ez biztosította azt, hogy megtartsuk azt, mint egy most már 4 külvárosi iskolánkat, Hórja út, Grigorescu negyed, Monostor és a Györgyfalvi negyed, ahol összegyűlt a szükséges gyereklétszám, és a tanárok állásos munkájának köszönhetően az eredmények is igazolták őket.